Nagyon méltán énekeltük ezt az éneket, készítve a szívünket Isten igényének a hallgatására, mert éppen arról lesz szó, hogy Isten folyamatosan kapcsolatba akar lépni velünk, és felelősek vagyunk önmagunkért, hogy hogyan fogadjuk ezt a közeledést. Hogy azt mondjuk-e, mint ahogy énekeltük is, és megvallottuk, hogy Jézus gyere és légy a trónon mindenkor. Az ahogyan Jézus című sorozatunk következő alkalmán, illetve hát ezen a mai alkalmán, a 15. alkalommal tanulmányozzuk Isten igéjét Lukács Evangéliumán keresztül, azzal a szándékkal, hogy megértsük, hogy hogyan lehetünk olyanunk, mint a mi mesterünk. Mert a tanítvány célja ez, hogy olyanná váljon, mint az ő mestere. És ezért tűztük a zászlónkra, ebben az évben az Ahogyan Jézus címet, mert olyanokká szeretnénk válni mindenestől, mint a mi mesterünk. Így olvassuk ezen a délelőttön Isten igéjét Lukács evangéliuma 8. fejezetéből, a 4. verstől a 15. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útférre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta. Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek. És ne üdvözüljenek! Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfolytják őket és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, ez a szívünk vágya, hogy halljuk, értsük, és megcselekedjük a te igédet, hogy százszoros termést hozzon az életünk. Kérünk, így segíts, hogy valósággal a szívünk mélyéig elérjen a mai üzeneted is. Amen. Az elmúlt alkalommal is, amikor a kősziklára, illetve homokra épített ház az alapozás kérdéseiről ejtettünk szót, akkor is Jézus beszédeinek a fontosságáról volt szó. És láthatóan Jézus nagyon fontosnak tartja azt, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, amit ő mond nekünk. Mert a mai alkalommal szintén erről van szó. Isten üzeneteiről, Jézus beszédéről. És Jézus láthatóan fontosnak tartja ezt. Azt olvastuk, hogy nagy sokaság érkezett hozzá, mert városról városra járt, és az embereket érdekelni kezdte az, amiről Jézus beszél, az Isten királysága. És ahogyan elmúlt alkalommal is azt láttuk, hogy nagy sokasághoz intézi a szavait, hogy nem mindegy, hogy hogyan tekintesz az ő beszédeire, ugyanígy Jézus, amikor ismét nagy sokaság hallgatja őt, ismét, Meghirdeti a számukra, és leszögezi, hogy nagyon figyelj arra, hogy hogyan hallgatod az Isten üzeneteit, Jézus beszédét, mert az életed múlik rajta. Jézus nem mond kisebbet és kevesebbet. Az életed múlik azon, hogy hogyan fogadod Isten üzeneteit. Bejövő üzenetek sokasága vesz körbe bennünket. Egy olyan kultúrában élünk, amelyben nagyon közel jön hozzánk ez a példázat. Bejövő üzenetek sokaságáról kell döntened nap, mint nap. És eldöntöd, hogy az egyiket felveszed, a másikat elutasítod. Az egyiket elolvasod, a másikat még várakoztatod egy kicsit, félreteszed. Egyszer úgy döntesz, hogy ennek már a címe is nagyon érdekes, Másszor azt mondod, hogy ó, hát ez még ráérhet, és elteszed egy másik mappába az e közé. Folyamatosan beérkező üzenetekről döntesz. Ezért tehát nagyon közel áll hozzánk Jézusnak ez a példázata. Mert Isten üzenete pontosan ugyanilyen. Elér hozzád, te pedig felelős vagy azért, hogy hogyan fogadod az Istentől hozzád beérkező üzeneteket. Jézus arról beszél, hogy Isten fel akarja venni velünk a kapcsolatot. Kiment a magvető vetni. A magvetőnek az a szokása, hogy veti a magot. Ez hozzá tartozik az életéhez. Istennek az egyik legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy fel akarja venni a kapcsolatot az emberrel. És ahogy a magvető nem életében egyszer vetett magot, hanem folyamatosan újra és újra veti a magot megállás nélkül, amikor eljön az ideje, akkor veti a magot, és nem fárad bele, hanem teszi ezt, ugyanúgy Isten is folyamatosan el akar érni téged és engem, az embert. Folyamatosan küldi az ő üzeneteit a mennyből, mert elszántan keresi velünk a kapcsolatot, hogy helyre tudjon állítani bennünket. Jézus példázatából nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy Isten azért szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, hogy utat mutathasson számunkra egy értelmes élethez itt a földön és az örök élethez, amely a mennyben vár bennünket. Ahogyan legutóbb a kősziklára, illetve homokra épített ház példázatában is megállapítottuk, ugyanúgy most is sugárzik Jézus szavaiból, hogy ő azért mondja mindezeket, hogy vessünk számot azzal, hogy mit jelent befogadni az ő üzeneteit, és mit jelent elutasítani az ő üzeneteit. Felelősek vagyunk önmagunkért, és Jézus azért beszél ezekről, mert szeretné, hogyha értelmes életet tudnánk élni. Hagyjunk fel azzal az elképzeléssel, akár Krisztus követői vagyunk, akár még csak ismerkedsz vele. Fel kell hagynunk azzal az elképzeléssel, hogy a hitünk az időnként jól jön hogy a hitünk az arról szól, hogy időnként megnyugtatjuk a lelkünket, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, közelengedünk egy-egy Jézusi mondást magunkhoz, és erről szólna a hitünk. Nem! Jézus életvezetési tanácsokat akar adni, a legkomolyabbakat, a legmélyrehatóbbakat. Nem pusztán moralizálás vagy merengés vagy egy, vagy, vagy egy kis lelki fröccs, amikor éppen nehéz pillanatod van. Jézus meg akarja tanítani az övéit élni. És soha nem mondott kisebbet vagy kevesebbet, mint hogy valójában élni. Az csak úgy tudsz, hogyha beengeded az ő üzeneteit az életedbe, és be is építed őket az életviteletbe. A magvető példázata azon példázatok közé tartozik, amelyek széles körben ismertek. A magvető példázata még azok számára is ismerős, akik nem tartják magukat Krisztus követőinek. Még az iskolában is kötelező tananyag. Éppen ezért fennáll az a veszély, hogy a jól ismertsége miatt azt gondoljuk, hogy ó igen, mi ezt tudjuk. Ezt a leplet szeretném most lerántani erről a példázatról. Lefújni róla egy kicsit a port, és közel hozni a hétköznapjainkhoz. Rávilágítani arra, hogy mennyire mélyen a hétköznapjaidról szól Jézusnak ez a példázata. Olyannyira, hogy egészen azt mondja, hogy ha van füled, már pedig a legtöbb embernek van, akkor meg kell hallanod azt, amit ő mond. Ha rendelkezel két füllel, akkor nem mehetsz el szó nélkül, nem mehetsz el Jézus beszédei, nélkül, beszédei mellett anélkül, hogy meg is hallanád azt, amit mondani akar neked. A példázat első ránézésre úgy tűnik, hogy különböző személyiségekről szól, különböző emberi állapotokról szól. Vannak olyanok, akik jó föld Isten üzenete számára, vannak olyanok, akik köves föld Isten üzenete számára, vagy éppen tövises, vagy az útszél az életük Isten üzenete számára. Jézus azonban nem erről beszél. Jézus arról beszél, hogy valahányszor Isten üzenetét hallod, döntést kell hoznod. Most, ezekben a pillanatokban is. Valahányszor Isten üzenetét hallod, felelős vagy azért, hogy hogyan reagálsz. Ez a négyféle talaj, ez a négy élethelyzet, amit bemutat Jézus, ez nem statikus tehát. Nem mondhatod azt, hogy igen, te egyszer döntöttél Krisztus mellett, tehát az életed jó föld, amiben Isten adhatja az üzenetet. Valahányszor Isten üzenete elér hozzád, mindig kérdés, hogy milyen állapotban találja az életedet, hogy milyen a fogadtatása Isten üzenetének az életedben. Isten üzeneteiről ezen a ponton szeretnék egy alapvető megállapítást tenni, és az összes többit erre építjük a későbbiekben. Ez pedig így hangzik. Isten minden üzenetében benne van a növekedéshez és a gyarapodáshoz szükséges információ. Isten azt mondja, hogy Isten igéje olyan mint egy mag. A magnak az a csodálatos tulajdonsága, hogy benne rejlik a növekedéshez és a gyarapodáshoz szükséges minden információ. A magból képes kifejlődni egy óriási növény, és minden információ ott van abban a pici magban. És attól függően, hogy ez a mag jó, vagy rossz közegbe kerül-e, attól függően ez az információ mozgásba lendül, és gyümölcsöt terem, és növekedést, és gyarapodást hoz az életedben. Ez tehát az alapállás, amiről Jézus indul. Isten minden üzenetében benne van a növekedéshez és a gyarapodáshoz szükséges információ. Amikor Jézus talajokról beszél, tehát akkor nem személyiség beszél, vagy nem állapotokról beszél, hanem emberi reakciókról beszél. Isten folyamatosan küldi az üzeneteket a mennyből. Jézus pedig négyféle reakcióról beszél. Amikor olvasod otthon az igét a személyes csendességedben. Amikor hallgatod a Biblia óra üzenetét. Amikor hallgatod az Isten tiszteleti üzenetet amikor dicsőíted Istent az ének szövegek éneklésén keresztül. Isten üzenete vár arra, hogy hogyan fogadod be az életedbe. Mert minden egyes alkalommal, amikor Isten szól, abban benne van a növekedés és a gyarapodásnak a lehetősége, az ahhoz szükséges információ. És a te felelősséged eldönteni minden helyzetben, hogy mihez kezdesz a beérkezett üzenetekkel? Jézus tehát négy reakcióról beszél, a következőkben mi is ezt a négy reakciót fogjuk vizsgálni. Először azt mondja, hogy az első reakció az az útférre esett mag. Aztán azt mondja, hogy a második reakció az a köves helyre esett mag. A harmadik reakció a tövisek közé esett mag, a negyedik reakció pedig a jóföldbe esett mag. Nézzük tehát ezt a négy fogadtatást, négy reakciót egyesével. Az első reakció, amikor az útférre esik a mag, vagyis Isten üzenete, ez az elutasítás reakciója. Amikor figyelmen kívül hagyod Isten üzenetét. Amikor azt mondod, hogy beérkezik egy üzeneted, de már a címe alapján azt mondod, hogy téged ez nem érdekel, beteszed a spam mappába. És amit egyszer oda betettél, azzal lehet, hogy még egyszer-kétszer megpróbálkozik a küldő, de egy idő után automatikusan a spam mappába kerülnek. Pontosan ezt mondja Jézus. A magvető példázatában. Elér hozzád Isten üzenete a mennyből. És abban a pillanatban felelőssé válsz önmagadért, hogy hogyan fogadod. Tudjátok, az az igazság, hogy itt a gyülekezeten belül is megtörténhet az, hogy időről időre és egy idő után folyamatosan figyelmen kívül hagyod Isten üzenetét. Igen, hozzászoktál, igen, innen a szószékről mindig ez hangzik. Igen, a különböző tanításokban mindig ezt mondják, de igazából ez engem nem érdekel. Nekem pont elég annyi Istenből, amennyiről azt gondolom, hogy ismerem őt. De tudnod kell, hogy amikor ezt teszed, akkor az életed védtelenné válik. Amikor hagyod, hogy Isten üzenete a perifériára sodródjon, akkor az életet kiszolgáltatottá válik a gonosz számára. Az első reakció az elutasítás Isten üzenetével kapcsolatban egy félelmetes helyzetet szül, amiről ezt mondhatjuk. Ha figyelmen kívül hagyod Isten üzeneteit, azzal megfosztod önmagad az értelmes élet és az örök élet lehetőségétől. Az elutasítás a legtragikusabb következményeket rejti magában. Mert ha figyelmen kívül hagyod, és a perifériára sodród Isten üzeneteit, akkor te magad is Istenhez képest a perifériára fogsz sodródni. Ott pedig védtelenné válsz. Ha figyelmen kívül hagyod Isten üzeneteit, Megfosztod önmagadat, ezt mondja Jézus. Az értelmes élet lehetőségétől és az örök élet lehetőségétől. Mert eljön a sátán, kiragadja az értelmes élet és az örök élet üzenetét a szívedből, és hogyha nincs az örök élet üzenete a szívedben, akkor nem fogod tudni az útját annak, hogy hogyan jutsz el az üdvösségre. Minden egyes alkalommal döntést kell hoznod. És Jézus azt mondja hogy amikor döntést kell hoznod, ne utasítsd el, ne hagyd figyelmen kívül Isten üzenetét. Ezekben a pillanatokban sem. A második reakció a köves hely. Úgy fogalmazhatnánk ezt, hogy a felszínes hozzáállás, a felszínesség. Jézust dühíti a felszínesség. Jézus ki nem állhatja a felszínességet. Amikor valaki nem törekszik arra, hogy Istent mélyen megismerje, hanem ellavírozik valahol ott a felszínen. Jézus nem tud ezzel azonosulni. És ebben nagyon egyformán gondolkodom én is a Mesterrel. A kereszténység, Krisztus követés az nem olyan, amit felszínesen, félvárról lehetne venni. Mert az üzenetek, azok életet vagy halált jelentenek. Ha befogadod életet, ha elutasítod halált. Ha a mélyére ásol életet, ha a felszínen maradsz, akkor halált. Mert miről beszél Jézus? Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Ez az az ige, ami nem gyökerezik meg az életedben, és nem tud gyümölcsöt teremni. Nem tud termést hozni. Ugye látjátok, hogy négy reakció közül egy az, ami gyümölcsöt terem. És neked mindig azt kell figyelembe venned, hogy készíteni magadat Isten üzenetének a hallgatására. Mindig készen kell állnod arra, hogy most is fogad Isten üzenetét. Meg a csendességedben is, meg a bibliaórán is, meg a házi csoporton is, meg az ifin is. Bárhol elér hozzád Isten üzenete, Jézus arra bátorít, hogy vesz számot azzal, figyeld magadat, hogy milyen reakcióra számíthat Isten üzenete a részedről. Elutasításra számíthat, vagy felszínességre, vagy megosztott figyelemre, vagy pedig arra, hogy készséggel fogadod. Tehát a köves hely az a felszínességet jelenti. Amikor beérkeznek hozzád az üzenetek, az e-mailek, elolvasod a címét, és azt mondod, hogy hm, ez egész jól hangzik. Jézusnak ez a gondolata, hm, ez nagyon szimpatikus. És aztán mész tovább. Elolvasod a címét, de nem nyitod meg, és nem szembesülsz a tartalmával. Pedig, Jézus azt mondja, hogy Isten üzenete elér hozzád. Szeretné, hogyha ezt az üzenetet megnyitnád, elolvasnád, mert ebben az üzenetben van egy olyan link, amire, hogyha rákattintasz, akkor rendszer frissítés történik. És szükséged van az újabb és újabb frissítésekre. Azért, hogy értelmes életet tudj élni itt a földön, és örök életet nyerhess a mennyben. És a felszínesség megöli a hitet. A köves hely, ahol nem tud meggyökerezni a mag, mert nincsen táptalaj, az pont olyan, amikor felszínen kapirgász valamit Isten üzeneteiből, de nem veszed a fáradtságot, hogy a mélyére ás. A példázatnak a közepén, a példázat és a magyarázat között a példázat tengelyében pont ezt mondja Jézus, kicsit furá, furcsának tűnhet a megfogalmazása, Ésaiásnak egy proféciáját idézi, amikor azt mondja, hogy azért beszélek példázatokban, hogy akik látnak, ne lássanak, akik halljanak, ne értsenek. Ez Isten szívéből egy elkeseredett megállapítás. Természetesen nem, az, nem arról van szó, hogy Jézus azért használná a példázat műfaját, hogy ne értsék meg az emberek. Épp ellenkezőleg. Azért beszél nekik példázatokban, hogy felkeltse az érdeklődést. És akár hányszor hallgatod Isten beszédét, Isten üzenetét, az mindig egy felhívás Isten részéről arra, hogy gyere, vedd fel velem a kapcsolatot, gyere, ismerkedjünk meg. Valamit nem értesz Isten beszédeiből. Olvasod a Bibliát, és valami nem világos a számodra. Ne add fel. Semmi gond. Gyere Istenhez! Ő azt mondja, hogy én azt akarom, hogy gyere, keres. Lehet, hogy néha erőfeszítést kell tenni. Lehet, hogy időnként mélyebbre kell lásnod. De az örök élet üzenete van benne. Mert a mag, az Isten igéje, az életed minden területére nézve magában rejti a növekedés és a gyarapodás információját. Értitek ezt? Jézus azt szeretné, hogy jó életet éljünk, hogy hagyjuk, hogy az ő üzenetei eljussanak a szívünkig, és jó életet éljünk, értelmesen, bölcsen, ha a házasságod nem működik száz százalékosan. Hajt, hogy Isten üzenete elérjen hozzád, mert a házasságod növekedéséhez, gyarapodásához benne van az információ a gyereknevelés gondjaival küzdködsz, Hajd, hogy Isten üzenete elérjen hozzád, mert a gyermeknevelésed kihívásaihoz szükséges információ, üzenet benne van. Kapcsolati nehézségeid vannak, munkahelyi nehézségeid, önmagaddal kapcsolatban van problémád. Az életed minden területére nézve Isten szeretné, hogy az üzenet mag Behújjon az életedbe, és a növekedéshez, a gyarapodáshoz, a helyreálláshoz szükséges információ, mozgásba tudjon lendülni. És képzeljétek el, ugyanaz történik az életedben minden területen, mint ami a maggal történik. Felbomlik a héja, pá, kijön az információ, és beindul a növekedés. Ugyanez van Isten üzeneteivel is. Beengeded az életedbe, és azt fogod tapasztalni hogy elkezd növekedni, hogy valami láthatatlan, óriási erők megmozdulnak. És az, ami eddig puszta terep volt, elkezd növekedni. A házasságod, a kapcsolataid önmagaddal szemben, hogy hogyan nézel önmagadra, a gyerekeiddel való kapcsolatod, a munkahelyi kapcsolataid, minden el tud kezdeni helyrálni, növekedni és gyarapodni. Mert az Isten üzenetében minden egyes helyzetben ott van a gyarapodáshoz szükséges információ. A harmadik reakció tehát, amikor töves, tövisek közé esik a mag. Ezt úgy mondhatnánk, hogy ez a megosztott figyelemmel történő reakció. Hát ezt nagyon ismerjük a mai napjainkban. A multitasking. Amikor egyszerre sok mindenre figyelsz. Mert ezt várja el tőlünk a kultúra. Egyik fülünkkel a telefon, másik szemünk a képernyőn, a harmadikkal egy harmadik kólban vagyunk benne, közben a gyerekeinkre is kell figyelni, most a karantén ideje alatt különösen. Mi történik ekkor a fontos üzenetekkel? Elsikkadnak. Jelentőségüket vesztik. És Jézus azt mondja, hogy az Isten üzeneteire adott válasz reakcióit között a megosztott figyelem is az egyik veszély. Mi történik, amikor megosztott figyelemmel figyelsz Isten üzeneteire? Hát ez körülbelül ahhoz hasonlítható, amikor mindenféle hírlevére feliratkozol, és minden honnan egyszerre érkeznek az információk. És a valós üzenetek egyre lejjebb csúsznak a prioritási sorban. Mi történik ekkor? Az történik, hogy Isten üzenetei ott vannak a te beérkezett üzeneteid között, csak éppen nem tudsz hozzájuk férni. És Jézus nagyon kritikusan szemléli ezt a helyzetet. Azt mondja, hogy a megosztott figyelem ugyanúgy Végső soron pusztuláshoz és halához vezet. Hogyha több helyről is várod, hogy tulajdonképpen hogyan kellene élni, mire hagyatkozzak? És akkor a sok-sok üzenet között, amit hagysz, hogy fölnőjenek az életedben, Isten üzenete is csak egy. És a sok üzenet fel fog nőni, és Isten üzenete a jelentőségét veszíti. Nézzétek, mit mond itt Jézus. Azt mondja, hogy az ilyen ember örömmel fogadja az igét. Halleluja, de jó! Most is egy jó tanítást hallgattunk, most is olyan szép igét olvastam a Bibliából. Fú, de jó, megmelengette a szívemet. És aztán elmennek, és az élet gazdagsága és élvezetei megfolytják az igét. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy amíg Isten üzenetei nem kapnak osztatlan figyelmet az életedben, addig a körülményeid és a vágyaid sodrásában élsz majd. Ez nagyon súlyos megállapítás. A körülményeid is diktálni fognak üzeneteket, és a vágyaid is diktálni fognak üzeneteket. Az élet gondjainak mindig vannak üzenetei. Hát ezt ismerjük mindannyian. Bemész hétfőn a munkahelyedre, és fogad a főnököd, vagy a kollégáid különböző üzenetekkel, és úgy érzed, hogy hát lehet, hogy eddig jól voltál lelkileg, de ezek az üzenetek lenyomnak az élet gondjai. Aztán kapod a hírt a gyerekedről, az iskolából. Aztán jönnek a számlák üzenetei, hogy ezt is be kéne fizetni, ez is egy kicsit túlterheli a családi kasszát, ugye? Az élet gondjai. És azt mondja Jézus, hogy az élet gondjaival szemben, azoknak az üzeneteivel szemben csak az ige tud neked erőt adni. Csak azt tud felvértezni, hogy amikor jönnek az élet gondjai, akkor te talpon tudj maradni. Ehhez viszont Isten üzenetének kell kiemelkednie magasan. Isten üzeneteinek mindig a te osztatlan figyelmedet kell élveznie. És akkor a többi üzenethez is lesz erőd. De, hogyha az élet gondjainak üzenetei, a gazdagság üzenete és az élet élvezeteinek a csábítása erőteljesebben érnek el hozzád, akkor Isten üzenetei elhalványodnak a szívedben. Arról beszéltem mindeddig, hogy Jézus szeretné, hogyha értelmes életet élnél. Amikor azonban jön a gazdagságnak az üzenete, az azt fogja mondani, hogy de figyelj csak, barátom! A jó élethez nem Isten beszédén keresztül vezet az út, hanem ezen a nagyszerű lehetőségen keresztül, amivel most sok pénzt keres, kereshetsz. Hanem ezen a munkán keresztül, amivel nagyon sok pénzt kereshetsz majd. A gazdagság csábítása. Nagyon egyszerűnek tűnik, de oda kell figyelned rá az életedben, mit építesz és mire építesz. Az élet élvezetei. Minek adsz prioritást? Mi a fontosabb, mit hagysz, hogy felnövekedjen? annyi élvezeti lehetőség vesz körül bennünket, hogy megszámlálhatatlan. És Jézus azt mondja, hogy neked minden egyes alkalommal döntened kell, hogy Isten üzenetét hagyod felnövekedni, és osztatlan figyelemmel figyelsz rá, vagy pedig hagyod, hogy az összes többi más üzenet felnövekedjen, de akkor tudnod kell, hogy ezek meg fogják folytani Isten üzenetét. És az életed amitől azt remélet, hogy gyümölcsöt terem, gyarapodik és növekszik, a gazdagságtól, az élvezetektől nem fog gyümölcsöt teremni, hanem pusztulásra van ítélve. És végül Jézus egy utat hitelesít. Egy válasz reakciót hitelesít, és azt mondja, hogy minden alkalommal készítsd magadat tudatosan, hogy te most hallani akarod, érteni akarod, és be is akarod építeni Isten üzenetét az életedbe. Ez a jó föld. A jó földbe esett mag. Miután láttuk az elutasítás reakcióját, miután láttuk a felszínesség reakcióját, miután láttuk a megosztott figyelem reakcióját, és ezeknek a veszélyeit Jézus azt mondja, hogy barátaim, ha értelmes életet akartok élni, akkor fogadjátok be az én üzeneteimet, és építsétek azt be az életetekbe. A jó föld tehát az elfogadás válasza Isten üzeneteire. A befogadás. Erről pedig azt mondhatjuk, hogy ha Isten üzenetei beépülnek az életedbe, soha nem tapasztalt növekedésben és gyarapodásban lesz részed. És ezek nem túl nagy szavak. Az életünk nem túl sok fontos területből áll. Megszámlálható mennyiségű fontos kiemelt terület van. Ezekre szoktam hivatkozni rendszeresen. Önmagad, a házasságod, a családod, a gyereknevelésed, a munkahelyed és a kisebb közösségeid. Ha ezeken a területeken szeretnél, növekedést és gyarapodást. Akkor azt mondja Jézus, hogy fogad be az én üzenetemet kitartóan. Ezt olvastuk, hogy álhatatosan. Azt mondja, hogy akik jó szívvel hallgatják az igét és meg is tartják, azok számára érhető el a magban rejlő információ, ami növekedést hoz akik kitartóan törekszenek erre, álhatatosan, a nehézségek ellenére is, azok számára elérhető a soha nem tapasztalt növekedés. Egy átlagos termés hozam abban a korban, hogyha tízszeresnek volt mondható, egy mag tíz másikat termel, terem, az már kiemelkedő terméshozannak számított. Jézus tudta azt, hogy ismerik a gabona növekedésének a folyamatát a hallgatói. És azt mondja, hogy Isten üzenete, ha behúlik az életedbe, ha keresed ezt, készíted rá a szívedet, nem utasítod el, nem felszínesen állsz hozzá, nem megosztott figyelemmel állsz hozzá, hanem befogadod és beépíted, akkor soha nem tapasztalt növekedésben és gyarapodásban lesz részed. Százszoros termés Jézus erre hív mindannyiunkat. Szeretné, hogy értelmes életet éljünk. Szeretné, hogy örök életet nyerjünk. Szeretné, hogy az üzenetében, ebben a magban rejlő információ, ami a helyreállásnak az üzenete, a növekedésnek az üzenete, és a gyarapodás üzenete minden alkalommal jó helyet találjon, jó közegre találjon a szívedben. És akkor százszoros termést hoz, nagy növekedést soha nem tapasztaltat. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus, hálásak vagyunk a Te szavadért szeretünk téged, és az a vágyunk, hogy az életünk olyan föld legyen, ahol jó talajra talál a te igéd. Urunk, köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy ne utasítsunk el téged, és nem is akarunk. Hogy arra hívsz bennünket, hogy ne a felszínen kapirgáljunk, és nem is így akarunk tenni. Hogy arra hívsz bennünket, hogy ne hagyjuk, hogy a figyelmünket megossza a sokféle és fajta üzenet hanem a te üzenetedre osztatlan figyelemmel tudjunk figyelni, és így is akarunk tenni. Urunk, arra hívsz bennünket, hogy fogadjuk be a te igédet, és így is akarunk tenni. Be akarjuk fogadni minden üzenetedet válogatás nélkül, és várjuk, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben, mert hisszük, hogy a százszoros terméshozam elérhető benned a te üzeneted által. És atyám, könyörgöm most mindenkiért, mindenkiért, aki hallgatja ezt az üzenetet. Uram, állj melléjük, aki most indul a te követésed útján azért, aki már régóta ismert téged, Uram, azért, hogy mindig kész legyen befogadni a te üzenetedet. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen.